Zarándok útra jöttünk ide a pusztába, hiszen senki sem lakik itt a környéken, vagy a templom mellett. Mindannyian útra keltünk, volt, aki kerékpárral, volt, aki autóval, nem tudom, gyalog jött-e valaki. De mindannyian útra keltünk, és kivonultunk a megszokott komfortzónánkból, és kijöttünk ide a pusztába. Nem véletlenül hangsúlyozom, hogy a pusztába, hiszen a puszta a Biblia nyelvén szent hely. Szent hely, mert a puszta Isten és ember találkozási helye. Gondoljunk csak az Úr Jézusra, amikor 40 napra kivonul a pusztába, hogy bőjtől jön, és imádkozzon, és akkor megkísérti a sátán. Tehát azért vonult ki a pusztába, hogy nyugodtan mindentől, minden zavaró körülményektől mentesen Istennel kapcsolatba lépjen. Eszembe jut, elég régen történt már, vendégeim voltak Lengyelországból, a híres Kegyhelyről, Częstochovából egy pálos atya, meg az ottani kórháznak egy fiatal idegsebésze. És kérdeztem tőlük, hogy hova vigyelek el benneteket, mit szeretnétek megnézni Magyarországon. És akkor azt mondták, hogy a Hortobágyra. Csodálkoztam, mondtam is nekik, van a Hortobágyra? Hát nincs a semmi. Mit akartok látni? Azt mondták, na pont ezt a semmit akarjuk látni. Jó, mondom, hát oda akartok menni, el is mentünk. És valóban este nagy élménnyel tértek haza ezek a városi emberek, mert Częstochowa nem csak a kegyhelyéről híres, hanem egy nagy ipari város, több mint 300 ezer lakossal. És az ottani embereknek, akár a pálos atyának, akár ennek a kórház idegsebésznek is, pontosan ez nyújtott nagy élményt kin a határban, ahol állatok vannak, madarak vannak, ahol egy növényt megcsodálhattunk, ahol csöndben lettünk, nem zúgtak a gépek, az autók, mert autóval sem lehetett ott bemenni, gyalog lehetett csak bemenni pusztának arra a helyre, ahol voltunk. Igen, a puszta Isten és ember találkozási helye, mert egy csomó dolgot kikapcsolunk az életünkből, azért is nyomatékosan kértem, hogy mobiltelefonjainkat kapcsoljuk ki, vagy hallgathassuk el, hogy ne zavarjon bennünket az Istennel való találkozásban. Hogy egy kicsit elmélyüljük, és fölidézzük azt a kort, amelyben Szent Gellért élt. Ez a kis kápolna is tanúskodik arról a korról, hiszen ezen a helyen valamikor falu állott, falu, amelynek volt temploma, és a templom körül minden bizonnyal a szokás szerint temető is volt. Emberek éltek itt. És ahogyan olvastam, ez a templom a 11. században épült, és az 1500-1600-as évekig használták. Utána rom lett, majd 1935-ben a romot rekonstruálják, és látjuk, hogy még vannak eredeti falrészek is, és próbálják újjáépíteni ezt a templomot. De már ugye kin a pusztában áll ez a templom, hiszen akkor a falu már itt elpusztult. Lehet, hogy a török időknek köszönhetően, nem tudom, ennek nem néztem utána. Igen. És ennek a tájnak, vagy a bevezetőben is mondottam, Szent Gellért volt a püspöke. Igaz, hogy most a Szeged-Csanádi Egyházmegyéhez tartozunk, korábban tartoztunk Nagyváradhoz is. Hát abban az időben valószínű, hogy Szeged Csanádhoz, illetve a ősi Csanádhoz tartoztunk, ami Marosvár volt, az a székhelye, ahová Gellért püspök megérkezett. 980 táján született ez a püspök, Velencében. Szülei velencei Szent Már székesegyházzal szemben lévő Sziget Bencés monostorába adják az 5 éves fiút. Fogadalmat tettek, ugyanis, mert halálos betegségben, ha kigyógyul, akkor a kolostorba adják. Hát ennek az ígéretnek tettek eleget a szülők. Itt nagyon megszerették a fiatal, tehetséges embert, és már 25 éves korában a kolostor vezetője, a kolostor apátja lesz. Tanul a Bolognai Egyetemen elsősorban jogot,
de más téren is nagy műveltségre teszelt. Egyetlen ránk maradt művében majdnem 600-szor idézi a Szentírást. Nem csak a keresztény, de a korábbi úgynevezett pogány, római és görög irodalmat is tudományos alapossággal ismeri. 1015-ben két társával együtt, az egyik talán magyar volt, hajóra szállnak és elindulnak, hogy a Szentföldre menjenek a Szentírás alaposabb tanulmányozása és megértése céljából. Útközben az Adrián a horvát partoknál hajótörést szenvednek, de élve megúszszák, és aztán a parton találkoznak Razinával, Pannonhalm Bencés apáttal, aki rábeszéli, hogy jöjjön Magyarországra. Jöjjön egy kis kitérőbe Magyarországra, a Szentföldre, később is el lehet menni, persze abban az időben gyalog mentek, nem volt más közlekedési mód. Hát, Gellér püspök engedett, mi a kúja nem volt püspök, hanem engedett a meghívásnak, és Magyarországra érkezik. 1015. május 3-án Pécsre érkeznek, majd az ottani székesegyházban, Szent Péter Pál napján, ő tartja az ünnepi búcsút. És ő mondja az ünnepi beszédet. Ez az idegen földről érkező ember, aki magyarul nem is tud, tolmács fordítja beszédét, és így is nagyon nagy feltűnés keltettek szavai, és mélyen megigézték a hallgatóságot. Alig tudtak betelni szavaival. Eljön messze földre, és szinte tömegbűvölőként hat az emberekre. Szent István királyunk első találkozása alkalmával már meglátja benne azt a nagy embert, akire rámeri bízni fiát, Imre herceget. Ő lesz Imre herceg nevelője és tanítója. 1030-ban Csanád győzelme után a király vezére kerül Ajtony volt marosszögi területére, és ő azonnal elküldte Gellértet, mármint püspököt, egyházmegyéje megszervezésére. Bevonult a Föld és Gerenda bástyás Marosvára. Templomokat épített, plébániákat alapít. És nagy gonddal tanítja az embereket. Ő szoktatta rá népünket, hogy Szűz Máriát boldogasszonynak, vagy nagy boldogasszonynak, nagyasszonyunknak nevezzük. Marosváron iskolát nyit. Ez is rendkívül fontos abban az időben, hogy nem csak a templomokra, nem csak az imaházakra volt gondja, hanem arra is, hogy az emberek tanuljanak, művelődjenek. Annyira híres lett az ő marosvári iskolája, hogy más püspökségek területéről is küldenek ide tanulókat, sőt még a szomszédos Erdélyből, de cseh és lengyel földről is jöttek hallgatók. Püspökség így gyorsan fejlődésnek és virágzásnak indult. Közben meghal Szent István király. Ezekben az utolsó években Gellért hatalmas munkán kezdett dolgozni. Megírta a babiloni fogság miatt alatt, a hitük miatt tüzes kemencébe vetett három ifjú, Ananiás, Azariás és Mizael himnuszának misztikus magyarázatát. A Szentírásnak ezt a 92 versét addig még senki nem magyarázta. Vértanúsága miatt ő sem tudta írását, művét befejezni. Kevés ideje volt az írásra, még utazásai közben is dolgozott két fakorongon guruló, egyfajta kordén, amely csikorogva haladt előre, és ponyvával volt fedve. Endre és Levente hercegek hazajöttek lengyelországi számüzetésükből. Mindenki bennük látta a jogos trónörököst, és siettek köszöntésükre. Gellért és társai is elindultak,
közben pogányok kezére kerültek. Ezek fogták őket és felvitték szekereiket a Kelenhegyre, Budán, ahol súlyos kövekkel megdobálták őket. Gellért megúszta, ezért egy kétkerekű kordékba ültetve a mélységbe taszították. És amikor lezuhant a mélységbe, még mutatott némi életjelt, és ezért lándzsával átdöfték, és a fejét még a sziklához verdesték a pogányok. Mindez 1046. szeptember 24-én történt, ezért ünnepeljük őt szeptember 24-én. Tisztelete igen nagy volt. Időnként elhalványult, időnként újra élet. Személyében az első magyar földi nevelő és az első magyar földi főiskola alapítóját is tisztelték, de leginkább személyét, maga korának legtudósabb, legképzettebb magyar főpásztorát, mert lélekben, érzésben az idegenből jött férfi teljesen magyarrá vált. Olyan főpap, teológus és tudós volt, aki, ahogy mondottam, teljesen magyarrá vált, és példaképe minden püspöknek, papnak, tanárnak. Alakja hatalmas mintája ma is magyar történelmünknek. Hiszen az ének is mondja, Gellértől nyertük, hogy jó lett a kezdet. Ő alapította meg a keresztény hitet egyházával. Ő nevelte az embereket tudásával, életpéldájával. Élete ma is példa. Példa a pogányság elleni küzdelemben is. Tapasztaljuk, hogy mai világunkban milyen elemi erővel küzd egymással a kereszténység és a pogányság. A keresztény kultúra és az idegen kultúra, más kultúra. Európában sajnos naponta látjuk, tapasztaljuk, nem múlik el hét, hogy ne történjen terrorista esemény, késelés, robbantás, tömegbehajtás, és sorolhatnám. Rettegésben él fél Európa a pogány erők, vagy éppen a más erők kapcsán. Azt a vívmányt, amit a keresztény kultúra 1000 év alatt felépített Európában, most ezt igyekeznek elvenni tőlük. Kedves testvérek, rajtunk áll, hogy hagyjuk-e, vagy sem. Rajtunk áll, hogy odaadjuk-e, vagy sem. 1000 éves múltunkat, kultúránkat, kereszténységünket. Budapesten, pontosan a budai oldalon, a Gellért hegyen ott magaslik, Szent Gellért püspök alakja, ahogyan tartja kezében a keresztet. És ez a kereszt hirdeti a szeretetet, hirdeti az életet, hirdeti a tiszteletet, a megbocsájtást. Krisztus keresztje alatt ott az ország fővárosa, ott az ország szíve. Kedves testvérek, itt nálunk is tapasztaljuk, hogy kifinomult módszerekkel és eszközökkel akarják a keresztény értékeket lerombolni és elrabolni tőlünk, amikor nem kell Jézus Krisztus és nem kell a kereszténység, amikor nem érték a család, amikor nem kell a gyermek és nem kellenek az idős emberek, amikor az LMBTQ ideológiát próbálják alattomos módon becsempészni a mindennapjainkba. Nem gondolom, nagyjából tudjuk, hogy miről van szó, aki nem tudja, annál jobb, de aki tudja, azok kedvéért mondom, nem régen vagy napokban jelent meg már olyan mesekönyv gyerekek számára, amiben az egyneműek házasságát próbálják ideologizálni,
és mesés formába beleszőni, hogy már így a kis agyukba beleültetni a gyerekeknek ezt az ideológiát. Hát úgy gondolom, hogy ezek ellen az ideológiák ellen mindannyiunknak harcolnunk és küzdenünk kell, és ébernek kell lennünk, hogy ki ne ragadják, ki ne csavarják a kezünkből Szent Gellért keresztjét. Szent Gellért idegenből jött hozzánk, de kereszténység által testvéri országból, Itáliából. Hitével, emberségével példát mutatott. A hit, a kereszténység, az emberség jó példáját. Megmaradásunk és a jövőnk és üdvösségünk.